Na, akkor próbáljuk el ezt a verses részben. Nem szeretem a szórakoztató műsorokban a verseket, mert elmennek a nézők, csak csatornaigazgató ragaszkodott magához, nem tudom. Látta magát valami színdarabban, kedves horvát művész úr, akkor tessék kezdeni. Bocsánat, én Szabó vagyok. Szabó Jenő, Kossuth Díjas, érdemes művész. Bűvész? Hát ez már kiment a divatból, az már nem trendi. Nem, érdemes művész. Ja, én mondom a verset. Értem, ne haragudjon, rossz a név memóriám, kedves Kossuth úr, akkor... Hallgatom, tessé. Petőfi Sándor, falu végén... Ez mi? Hogyhogy mi? Mi volt ez most itt? A vers szerzője és címe. De ez nem kell, mert a Petőfi nem mi vagyunk. Nem kell rádiókat reklámozni, csak a verset mondja, jó? Kezdje el! Falu végén kurta kocsma. Tessék? Oda... Mi tessék? A verset kezdtem el mondani, falu végén kurta kocsma. Mit csinált a kocsma? Nem mit csinált, hanem kurta. Ja, értem. Most húzzuk ki, jó? Ezt a szót, hogy kurta? Persze, hát ilyet nem mondunk a médiában, csak ha valaki nagyon nagy sztár. De önkedves Kossuth úr, menne haragudjon. Miért? Hát ez egy régi magyar szó. Azt jelenti kicsi, rövid. Nem tudom maga mire gondol. Nézze, nem akarok itt ilyen elsötétítéseket, meg mi egymást. Jobb, ha nem keverünk összetűzésbe a médiahatósággal. Mondja helyette azt, hogy akkor rövid. Na, akkor azt mondja helyette. De hát Petőfi nem így írta meg. Jó, ne vitatkozzon, nem érdekel, aláírta a szerződést, megkapja a pénzét, mondja a szöveget, gyerünk. Falu végén rövid kocsma. Pub. Tessék? Pub. Mert a néző jobban azonosul a műsorral, hogyha ilyen manapság ilyen trendi kifejezéseket, ahogy pub. Az olyan trendi, szóval kocsma azon közönséges, jó? Mondja, hogy pub. De akkor az nem az a vers lesz. Aha. Ne, de ez engem nem érdekel most, hogy mit mond. Mindent a nézőért mondja, hogy pub, ne vitatkozzon, gyerünk, mondja. Falu végén rövid pub. Odarúg ki a szamosra. Az terméknév? Mi? Az, hogy oda? Nem, a szamos van, ilyen cukorbeperelnek miatta. Javítson ki, ha tévedek. Ki kell húzni? A vesémben lát. Mert hogy agya az nincs. Mit mondjak a szamos helyett? Simán marcipánt. Falu végén rövid pub. Oda rúg ki a marcipán. De hát ez így nem is jön ki. Igaza van, az oda helyett mondja azt, hogy bébi oda, mert az akkor jobban kijön, és akkor a gyerekek azt meg nagyon szeretik, az is olyan trendi dolog. De így nincs értelme a versenek. A műsornak se, de pont ez... Ez a lényeg. Na, most már ne vitatkozzon, mondja, gyerünk. Falu végén rövid pub. Bébi oda rúg ki a marcipán. Meg is látná magát benne. Önt, ha... önt, ma nézőhöz szólunk. Hogy valami kultúrája is legyen, hogy megszólítjuk, hogy önt, nem magát, azon közönséges. Falu végén rövid pub. Bébi oda rúg ki a marcipán. Meg is látná önt benne. Ha az éj nem közeledne. Jó, ez az utolsó mondat, ez nem kell. Mert a Huluflixen megy egy horrorfilm, az a cím, hogy közeledik az éj, és akkor elkapcsol a néző. Az miért baj? Hát nézzem, most tudja, milyen a néző? Azt mondja, ezt már hallottam, meg ezt már láttam, jaj, ez egy ilyen hülye horrorfilm, ezt akkor elkapcsol. Nem kell a mondat. Falu végén rövid pub.
Bébi oda marcipán. Meg is látná önt benne, ha, és itt most mit mondjak? Jó kérdés. Tudja mit? Mi a vers legismertebb sora, mert a néző azt várja, amit ismer, tudja, a nagy slágereket. Húzd rá, cége! Na, ne! Hát most neki áll még cigányozni itt nekem? De hát Petőfi... Nem érdekel a hülye Petőfi rádiója. Nem érdekel, hogy mi megy a rádióban engem. Ennek a sónak én vagyok a producere, meg a rendezője, az én pénzem van benne, nem kevés, mert apámtól kaptam, és én felelek a műsorért, jó? Itt nem lesz cigányozás. Mondja azt helyett, hogy az etnikai kisebbség prominens képviselője. Tehát majd polkorrektek legyünk, etnikai kisebbség prominens képviselője. Tessék akkor mondani. Húzd rá, etnikai kisebbség, prominens képviselője! Húzzad jobban! Ne politizáljunk! Mikor? Hol? Most mondta, hogy jobb, meg jobban. Azt mondtam, hogy jobban? Igen, de félrehallják, azt hiszik, hogy a Fidesz pénzel minket. Ne mondja. Akkor azt mondom, hogy bal. Úgy legalább ugyanolyan értelmes lesz, mint a többi sor. Jó, azt sem mondja, várjon, mert zizegek. Halló. Igen, halló. Várkonyi Karesz producer vagyok. Ilyen, szia, Justinkém. Megy, igen, próbálunk, igen. Verses részt, jaj, ne tudd meg, mit szenvedek ezzel a Batyányival, vagy ki ez. Jaj, ti már fölvettétek a verset? Ja, nagyon jó, akkor ez a Tóth Kossuth, vagy kicsoda művész, ez majd akkor playbackről mondja. Jó van. Jó, majd megyünk fallasztizni, puszika. Verset playbackről? Igen, miért? Hát van, jön hozzánk egy ilyen ír step-tánc csoport, és azoknál meg playbackről megy a kopogás, mert nem tudnak táncolni. Nem tudnak táncolni, mit csináljak, megy nekik, és akkor... De hát én tudom a verset. Nézze, örüljön inkább annak, hogy sztár lesz. Eltátogja a verset, bemondja, hogy épp válik, és meglátja, holnap az újságok címoldalán lesz. De én nem akarok válni. Hát, ha a felesége magát meglátja ebben a műsorban, majd akar. És bocsánat, de árulja már el. Mit? Ki mondja a verset valójában? Ettől lesz szenzációs az egész. A Győzike a Grupama arénában. Na? Falu végén rövid pub, bébi oda marcipán. Bevart seggel egyél babot, az durranjál szét karcsikában.